Szorin Kömpeanu oktatási miniszter ismertette az Országos Vészhelyzeti Bizottság által az iskolanyitási forgatókönyvekről hozott határozatot. A tárcavezető ugyanakkor bejelentette, a kormány pénzt különített el a tananyagpótló órák kifizetésére. A kormányülést követő sajtótájékoztatón számolt be Szorin Kömpeanu az Országos Vészhelyzeti Bizottság által az iskolanyitási forgatókönyvekről hozott határozatáról. Az oktatási miniszter közölte, azokon a településeken, ahol az elmúlt 14 napban jegyzett koronavírusos esetek 1000 lakosra vetített száma egy vagy ennél kisebb, minden szinten fizikai jelenléttel zajlanak hétfőtől a tevékenységek a tanintézetekben. A második forgatókönyv szerint ott, ahol a fertőzöttségi ráta 1 és 3 ezrelék közötti, csak a bölcsődébe, óvodába és az elemi osztályokba járók, valamint a vizsgákra készülő végzős osztályok tanulói, azaz a 8-osok és a 12-esek számára zajlanak fizikai jelenléttel a tevékenységek. 3 és 6 ezrelékes fertőzöttségi ráta esetén az adott településen csak a bölcsődébe és az óvodába járók, valamint az elemi osztályosok számára lesz tantermi oktatás. A tárcavezető hozzátette, a felsőoktatási intézmények az egyetemi autonómia elve alapján maguk döntik el, hogy milyen formában szervezik meg az oktatást. Kömpeanu szerint a dokumentum előírásai alapján a csaknem 3 millió tanuló közül 2 millió 400 ezer visszatérhet hétfőtől az iskolába. Az oktatási miniszter ugyanakkor arról is beszámolt, hogy 30 millió lejt különít el a kormány a második félévi tananyag potló órák kifizetésére. Azt, hogy mely tanulók tartoznak a célcsoportba, a miniszteri rendeletben szabják meg a következő napokban, de az egyértelmű, hogy ezeken az órákon részt vehetnek azok, akiknek internet hozzáférés vagy megfelelő eszközök hiányában nehézségeik adottak az online oktatással, és azok is, akiknek az első félévet jegyek hiányában nem tudták lezárni.